Nincsen olyan, hogy cigány bűnözés, mivel a bűnözésnek nincsen etnikuma. Gulyás Gergelyt idézve írta ezt közösségi oldalán Kovács Zoltán államtitkár, miután a nemzetközi sajtóban is több bírálatot kapott a kormány roma ellenes retorikája a deáktéri téri ügyében. A történtek után a mi hazánk szervezett tüntetést, a rendőrségi tiltás ellenére megtartott demonstráción többen cigány ellenes stigmusokat skandáltak. Torockai Lászlót kérdezzük. Így is van, itt van a Mi Hazánk mozgalom vezetője, jó estét kívánok! Jó estét Ugye kívánok. ez a tüntetés, amiről képeket láthatunk, múlt hét csütörtökön volt. Miben mérik egy ilyen megmozdulásnak a sikerét, amikor hát elkezdik szervezni? Elsősorban nyilván azért azt is látnunk kell, hogy mennyien vannak ott egy ilyen tüntetésen, és nagyon fontos, hogy milyen társadalmi reakciók követik el a tüntetéseinket. Ez a múltkori tüntetés, ez egy nagyon sikeres megmozdulás volt, hiszen annak ellenére, hogy fenyegettek minket a rendőrök, és azt mondták, hogy ez egy tiltott demonstráció lesz, ehhez képest ez egy megemlékezés volt, egy olyan kegyeleti rendezvény, amelyet egyébként pontosan attól a naptól fogva, mint szabadtéri rendezvény meg lehetett tartani, tehát a jogi álláspontunk egyébként az volt, hogy ez egy teljesen törvényes megemlékezés, ennek ellenére, 74 embert igazoltattak, 34 ember ellen már ott a helyszínen eljárást indított a rendőrség, és most hát, Ugye volt, akinek kész részt, gáspét gáspét meg, köveket találtak. Voltak. Hát én ott, ahol én voltam, ott körülöttem biztos, hogy senkinek nem találtak sem követ, sem gáspét viszont elsősorban az, az a 34 ember, akiről én beszélek, akiknek most nagyon komoly bírságokkal kell szembenéznie, ők egyszerűen azért kapták a bírságot, mert részt akartak venni a, a cigány előtt szervezett megemlékezésen. Ha kegyeleti megemlékezést akartak tartani, akkor nem az lett volna a méltó, hogy csöndben, egy szál virággal oda mennek, leteszik és hazamennek. És Ez akkor egy... nem a romajon kormányzat elé szervezünk, nem cigánybűnözőzünk, ami elhangzott a beszédekben, nem csinálunk belőle egy politikai eseményt. Ez egy nagyon méltóság teljes rendezvény volt, ami azért abból a szempontból is egy nagyon komoly dolog, és nagyon szép teljesítmény a részvevőktől, mert ugye ott volt a különböző futball szúrkolói táborok is, hiszen két olyan fiatal hazafiról beszélünk, akik egyébként szurkolók is voltak, akik egymás mellett álltak és közösen énekelték a magyar himnuszt velem együtt az Újpest és a Ferencváros szurkolók, maximálisan békésen. Tehát ez egy békés megemlékezés volt, de hát azért önmagában, főleg nekem, mint egy politikai párt elnökének, vezetőjének, nem merülhet ki annyiban a tevékenységem, hogy egy mécsest elhelyezek az áldozatok emlékére. Nekem rá kell arra is mutatni, hogy mi az oka annak, hogy ez megtörténhet ma Magyarországon. Budapest belvárosában sajnos. Ez nem, egy Na, innent, ez nem egy kegyeleti megemlékezés, ez hanem nem ez egy... egy politikai akció, ami kihasználta két ember halálát, nem? Ez nagyon-nagyon csúnya megfogalmazás hát volt, hogy kihasznál, kihasználta a rendezvényt. Nem, hát nekünk, mint politikai párt és mint szervezet, és nekem, mint politikus, nekem teljesen egyértelműen arra válaszokat kell adnom, hogy hogyan lehet megállítani azt a jelenséget, ami például Budapest belvárosában is fölütötte a fejét. Gyakorlatilag most már félve kell kimenni Budapest belvárosában mondjuk éjszaka az utcákra, mert olyan állapotok vannak, de nem csak Budapesten, nem csak a Deák téren történt egyébként ilyen eset. Gyulán néhány nappal később egy fiatal szintén késsel megölt egy másik fiatalt. Tehát azt kell látnunk, hogy van egy olyan jelenség, ami, és nem véletlenül mentünk az Országos Romai a székház elé, ami egy szubkulturális jelenség is. Még akkor is egyébként, hogyha mindenki, és főleg a magyar politika szereti a szőnyeg alá söpörni az ilyen jellegű problémákat, nem merik kimondani, hogy ez bizony egy szubkulturális jelenség. Tehát van egy olyan mondja, divat, Tessék? Most ön sem mondja ki. Mit nem mondok ki? Mi ez a jelenség? M még egyszer mondom, ez egy szubkulturális ez jelenség, jelenség? Amely, amely elsősorban például a cigánytelepekhez kötődik, mm. hogyha erre kíváncsi. Mert mondjuk pont én vagyok az, aki kimerem mondani, vagy nevém nem... Mindig nem mondta ki, amit ott skandáltatnak az emberekkel cigánybűnözést skandáltak, nem mi skandáltattuk egyébként, hanem ugye ön ez a deáktéri, a, a, deaktéri, a deaktéri skandálták, de nekem ezzel egyébként semmiféle problémám nincs. A 80-as évek óta ez egy kriminalisztikai kifejezés, egy rendőri szakzsarkon, tehát ez annak idején a 80-as években lehet, hogy benne volt a hivatalos, de hivatalos rendőri, Ön is pontosan tudja, hogy lehetnek cigánybűnözők, de nincs egy cigánybűnözés, mert ez kollektív megbélyegzés. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy szubkulturális jelenség, és elsősorban a, a cigány politikusoknak a a politikusoknak lenne feladata, ahelyett, hogy ellopják az adófizetők pénzét, és nem zárkóztatják fel egyébként a cigánságot. Van, aki ellopja, lenne, van, aki nem lopja, lenne, van lenne olyan cigány, cigány, és van olyan nem cigány, aki feladata. lop és késsel. Mit, mit sikerült abból a rengeteg Ez milliárd pontbontos. forintból, mit sikerült abból a rengeteg milliárd forintból, amit az úgynevezett roma felzárkóztatására kaptak ezek a cigány politikusok, mit sikerült elérni mondjuk az elmúlt 30 esztendőben? A mi hazánk mozgalom most rosszul áll a közvéleménykutatásokban? Egyrészt soha nem nézzük a közvélemény kutatási adatokat, mert azok a pártok, amelyeket én általában segítettem a munkámmal, azokat mindig alul mérnek ezek uh -huh. a közvéleménykutató kutató cégek, amelyek általában valamilyen párthoz kötődnek egyébként. Nekünk nincs közvéleménykutató kutató cégünk, tehát én azt tudom ott megmondani, ott hogy az számokat. önkormányzati, megnézzük a számokat a választásokon, elért eredményt uh -huh. szoktuk megnézni. Abban a megyében, ahol én polgármester vagyok, ott megyei szinten 9,1%-ot kapott a pártunk, országosan, ahol amelyik megyében listát tudtunk állítani, ott az 5%-os parlamenti küszöböt könnyedén kérdezem, mert hogy kicsit úgy tűnik, hogy a, a, amikor éppen meg akarnak jelenni, akkor ezt a cigánybűnözés, halálbüntetés kártyát felhúzzák, akkor van egy rócsó, és más mondani valója Ez az a helyzet, hogy én 25 a éve vagyok a politikai pályán, és én hát nem én 20 évvel szerint ez a 20, Hát elég hatékony, mert annak idején a jobbikot például mi juttattuk be a parlamentben, most ebben nem menjünk bele, mert ugye a jobbik azóta egy teljesen más irányt vett és elárulta azt, amit mondjuk én 20-25 éve is képviselek. Én nagyon örülnék egyébként, hogy a 20 év alatt azt láttam volna, hogy például ezek a cigány a helyet, hogy a pénzt ellopják, és ahelyett, hogy egyébként hergelik a cigánságot akár ellenünk, akik az igazságot kimerjük mondani. Hát ők vagy, pont vagy, azt mondják, vagy, hogy a legnagyobb vagy, kisebbség ellen hergelnek. Vagy inkább, önök. vagy inkább azt kellene látni, hogy egyébként köztörvényes bűnözőknek átengedik a cigány kisebbség érdekképviseletét, valahol egyébként már többség is eh, uh, ahelyett egyébként jó lenne, hogyha tényleg tennének valamit ezek ellen a jelenségek ellen, amikor mondjuk teljesen indokolatlan erőszakot alkalmaznak, vagy egyébként visszatérve a rendőri szakzsargonra, én azért beszélek már csak a munkám miatt is polgármesterként is rendőri vezetőkkel, és bizony pontosan tudom, hogy mi az igazság. Vannak olyan bűncselekmény típusok, amelyek szinte száz százalékban cigányokhoz kötődnek. Ezt, ez persze lehet titkolni, lehet a szőnyeg alá söpörni, csak akkor nem lesz megoldás, mondjuk az unokázás az egy ilyen típusú egyébként? bűncselekmény forma. És ezt elmondják a rendőrök. Nem, a, nem, nem a, nem nem, Ugye az pontosan a tudja. Tehát annyira otthon van a, a rendőri szakzsargom, akkor nyilván pontosan tudja, hogy azzal lehet a bűncselekményeknek gátat szabni, hogyha az elkövetőt minél hamarabb ö, megfogják és megkapja a büntetését. És rendes büntetés Tehát ne, nem, kap. Tehát jelenleg persze. ma Magyarországon én azt látom, hogy. Nem attól, hogy itt címkézzük. Én azt az egyes látom gyakorló polgármesterként is, hogy hatszor tetten érjük a, a helyi bűnözőket, pontosan tudjuk, hogy hova törnek be, mit csinálnak, kit raboltak ki, és valahogy mindig utána ilyen a magyar igazságszolgáltatás jelenleg, hogy valahogy mindig kiengedik olyan az ügyész, olyan a bíró, hogy mindig szabadlábon van, vagy éppen elviszi valaki helyette a balhét. Tehát nem, az igazságszolgáltatás jelenleg nem a tisztességes törvénytisztelő magyar állampolgárt védi, jellemző az is, hogy 2023 tól a törvénytisztelő állampolgárok itt soha nem büntettek, önvédelmi célra például a, a gumi lövedékes pisztolyokat sem tudja magánál tartani, amit jelenleg ugye még mondjuk megtehet, 23-tól már nem teheti meg, hát a bűnözőket nem érdekli, mert ugye őket a törvény eleve nem érdekli, ők állik fel, vannak fegyverkezve, és jelenleg ma Magyarországon az igazságszolgáltatás és jog nem a tisztességes, becsületes magyar állampolgárokat védi, hanem a bűnözőket. Én ezt látom, és mi ezen akarunk változtatni. Beszéltünk már a jobbikról, ugye most elég komoly gondok vannak a jobbik házatáján. Tárgyalnak kilépett jobbikos politikusokkal? Azokkal a parlamenti politikusokkal, akik asszisztáltak az elmúlt kettő esztendőben ahhoz, amit mi korábban nem hittünk el, hogy a jobbik nyíltan a bal liberális tömb, gyurcsányféle tömb részévé válik, azokkal nekünk már nincs mit tárgyalnunk. Természetesen ez nem vonatkozik a jobbik szavazóira. Nyilván őket mi várjuk, hiszen őket félrevezették. Azért azt lehet tudni, hogy a most kilépők között van olyan, aki, hogy mondjam, egy radikálisabb jobbikhoz tartozik. Nem lesznek olyan meglepetések, hogy valaki a mi hazánkba fog belépni? Ezt ki tudja jelenteni? Mezei egyszerű tagként még akár be is léphet, de hogy nálunk nem lesz meghatározó politikus egy olyan ember, még egyszer mondom, aki nyíltan, nyíltan vállalta azt, hogy a gyurcsányféle társasághoz tartozik, az egészen biztos. Köszönöm szépen. Köszönöm.